első utca jobbra, utána a második balra, lesz egy lámpa, és akkor ott lesz a parkoló. Egymás után érkeztek a versenyzők a szekszárdi Arany János utcába csütörtök délután. A felmatricázott autók az idén már 15 éves Kóp-rallin vettek részt. A program során a versenyzők Magyarország nyugati felén kerestek fel 6 meghatározó élelmiszeripari gyártó és forgalmazó céget, valamint 2 Kóp tagvállalatot. A versenyen 250 résztvevő indult, ők a hazai élelmiszeripari, kiskereskedelmi, szolgáltató és média cégeket képviselték. Ezek a vállalatok összesen évente 2000 milliárd forint értékű forgalmat bonyolítanak, és mintegy 50 ezer hazai munkavállalót foglalkoztatnak. Magyarországon egyébként több mint 1800 településén ott vagyunk, 2400 körüli áruházzal vagyunk ott. A Kóp csoportban dolgozók, alkalmazottak létszáma az a 20 ezeret meghaladja, ez úgy gondolom önmagában is egy derekas dolog, és hál' Istennek évről évre tudunk fejlődni. A Kóp csoport legnagyobb franchise partnere a Pécsi Központú Mecsek Fűszér ZRT. A szekszárdi állomásnak a cég most felújított Arany János utcai üzlete adott otthont. A 100%-ban magyar tulajdonú 70 éves üzletlánc a dél-dunántúli, észak-magyarországi és budapesti régióban is meghatározó kiskereskedelmi piaci szereplő. Azt látjuk, hogy önmagában az, ha egy üzlet szebb, korszerűbb, esztétikusabban van elhelyezkedve a választék a polcon, ez önmagában átlagosan 30%-os forgalomnövekedést hoz. A Kóp-rali szekszárdi állomásán Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős helyettes államtitkára is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a 9-szeres Magyar Brands díjas Kóp-hálózat rengeteget tett az elmúlt évtizedekben azért, hogy a jó minőségi magyar élelmiszerek az ország minden pontján, a legkisebb településeken is elérhetőek legyenek. Több kutatást végeztünk, végzett a Nébik az elmúlt évben, ami azt mutatta, hogy a magyar élelmiszerek aránya, bizonyos élelmiszerek aránya csökkent az elmúlt években a boltok porcain. Kivéve a Kóp, illetve a hazai kiskerláncok esetében, ahol továbbra is megmaradt a magyar áruk aránya. Nyilvánvalóan ez segíti a választást, javítja a lehetőségét a magyar élelmiszerek értékesítésének is. Az idei Kóp-rallit egyébként a Coca-Cola Magyarország csapata nyerte.